Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Egyelőre élőadásban vagyok. Itt balra tőlem van egy úr, és a kezében van egy galamb, aminek a szárnyát bűvöli, számolgatja a tollakat, hogy mennyit kell belőle kiszedni, vagy sem. Lenne kedves bemutatkozni? Tisztelettel köszöntök mindenkit, Domokos Csaba vagyok, Vámos Szabadi úr. És mi járatban van itt? Tatabányán. Tatabányára a Horváth János barátomhoz jöttem, akit már barátomnak szólíthatok. Szóval is elfogadja a barátságát? Szerintem ő is elfogadja a barátságomat. Nagyon sok mindenbe közös nevezőre tudtunk jutni. A postagalambokról, a postagalamb tenyésztésről, a továbbtenyésztésről, a nemesítésről beszélgettünk. A galambok minőségéről, teljesítő képességéről folytattunk eszmecserét, és nagyon-nagyon sok mindenbe gazdagodtam ebben kapcsolatosan. Tehát akkor én azt veszem le a receptoraimmal, hogy ön aktív versenyző is jelenleg is. Igen, aktív versenyző szeretnék újra lenni. Egyelőre nagyon messze állok még attól, hogy újra oda a professzionális versenyzők közé kerüljek, de... Miért volt korábban? Igen, korábban nagyon jó versenyző voltam, nagyon jó galambokkal. És milyen eredményeket érte? Igazából, ha a múltamat nézem, a kerületünkben... Mármint a galambász múltja. A galambász múltamat nézem, a kerületünkön belül rövid táv, középtáv bajnoka voltam, hosszú táv bajnoka voltam, országos bajnok, szuperkupa bajnok, anker bajnok, galambjaink kerültek a tesztelepre, többször ismételtük a bajnokságokat a kerületen belül, majd 2003 újra tenyésztése után, 2004-ben már egy évesekkel hosszú táv bajnokságot nyertem a Rábatak Szövetségben állunk, ami köztudott, hogy Magyarország egyik legeredményesebb, legnagyobb kerülete. Hányan vannak abban a kerületben aktív versenyzők? Hát akkoriban 270-272 tenyésztő volt. És egy-egy alkalommal mennyi galambot indítottak? Általában a kezdetekkor rövid távon 3-4 ezer galamba minimum, ami elment. Akkor érdemes talán arról a praktikáról is valamit elmondani, amit alkalmazott, hogy ilyen csodálatos eredményeket ért el. Lehet erről szó? Hát a rövid középtávú versenyzés gyakorlatilag a galambok felkészítésénél szinte egyforma. Nagyon fontos a galamboknál az út, meglévő utak előtt a különböző praktikákat alkalmazni. Mi általában a legutolsó pillanatra hagytuk a forma kibontakozását, próbáltuk ugye rövid távon az eleséggel befolyásolni, a több tréninggel, tüzdelő tréningeket kaptak a galambok, ugye diétás, fehérjedús, félfehérjedús, vagy szénhidrátdús eleségek, energiadús eleségekkel próbálta az ember az utolsó pillanatra hozni a galambnak azt a formáját, amikor a legnagyobb teljesítőképességet tudja kihozni az autóból, mikor elengedik. Rövid középtávon ez nagyon jól működött, teljesen más felkészítési módszerek, mint egy hosszú távú postagalamb. Van egy kék madár az ön kezében, ebben a pillanatban mondan erről valamit, vagy bemutattál? Ez egy kék tojó, 2018-ban kelt kék tojó, ami teljesen telivér delbár vonalra van tenyésztve, de igazából erről a postagalamról Horváth János. Jó, rendben van, oda is, de önt még nem szeretném mondani. Elengedni. Ön kezébe volt az előbb egy lupé is. Mit nézett azzal a lupéval? Vagy miért? Magyarul mondja, a nagyító. Igen, a nagyító, jó. Nagyítóval a szem rész, az értékgyűrűket, a pupillát néztük meg a galambon. A szem értékét mutatta be nekünk János barátom, mire kell figyelni, értékgyűrűkre, szemre, szemszemcsézettségekre. Én kérdezem öntől egyébként, tehát azt veszem le, hogy gyakran konzultálnak bizonyos dolgokról a Horváth Jánossal.
voltak olyan dolgok, amit a Horváth János az ön tudomására adott, amiből tudott hasznos dolgokat meríteni a versenyzés vagy a tenyésztés terén? Folyamatosan lehet meríteni. Ez pontosan ugyanolyan a postagalambászatban, főleg a minőségi postagalambászatban, ahogy mondják, a pap is holtig tanult. De mégis után hal meg. Ez előfordul szegénnyel, de el kell fogadni a tanácsokat, meg kell fontolni, azért jó, hogyha összeülnek postagalambászok, beszélgetnek, megosztanak különböző szakmai dolgokat egymással, ezen odahaza el lehet gondolkodni, át lehet értékelni, és azok a jó tanácsok, amelyek máshol évek vagy évtizedek óta egy nagyon jó gyakorlati tapasztalattal működnek, érdemes megpróbálni a saját ducon belül is, nem kapkodva természetesen, de lehetséges, hogy ami per pillanat itt János barátomnál működik, az működik máshol is, akár egy teljesen másfajta felkészítési módszerbe, kifinomult tartástechnológiával, mert a tartástechnológia nagyon fontos dolog, de a legfontosabb a galamb, a minőségi postagalamb egészségen szinten tartása. Tehát kulúja az egésznek az egészség? Az egészség egy postagalamnál nagyon fontos. A minőség nagyon fontos, de hiába van egy minőségi postagalambunk, hogyha nem tudjuk neki azt a kellő egészségi szintet megadni, amellyel a magas teljesítményt kihozza. Én általában, hogyha szoktam... Jól értem esetleg, hogy a genetikai értéket nem tudja akkor megérkezni? A genetikai érték is nagyon fontos. Erre azt mondom, a vére nem válik vízzé. A genetikai értéket fontos megtartani a tenyésztés szempontjából, hogy folyamatában magas teljesítményű galambokat tudjunk produkálni a versenyruszba. A versenyzésnek az alapja a csodálatos értékű tenyészállomány. Ha tenyészállományunk nem jó, a tenyészállományunk gyenge minőségű, nem képes minőségi postagalambok előállítására, az eredményünk egyenlő lesz a nullával. Tehát ön tenyészt is egyébként, nem csak versenyzik? Nagyon szeretek tenyészteni, sőt, a tenyésztés inkább azt mondom a mindenem, a versenyzést inkább azért csinálom, hogy lássam a tenyész értékem minőségét. És hogy tenyész? Jót a jóval, vagyis szoros rokontenyésztést? Szoros rokontenyésztést alkalmazom. Én teljesen másképpen csináltam. Ez miben merül ki? Édes testvér párosítások, apa-lánya párosítás, például most a Cassius vonalamnak a rokontenyésztését úgy végeztem el, hogy Hölgyeim és uraim, erre az óra is megszólal, hogy az úrnak igaza van, tehát igazat mond. Biztos, hogy igazat mondok, mert így történt. Például Cassius vonalamat, Cassiust a Viviennel párosítottam el. A Cassius egy olimpiás galamb volt. Az olimpiás testvére volt a nemzetközi első díjas Vivien, édes testvér párosításból kelt hím gyereküket, még párba tettem Cassiusnak egy testvérével. Tehát ebből vannak nekem a verseny, illetve tenyészducba himek, és vannak tojók. És itt ugye egy komoly eszmecserét folytattunk a... És hogy versenyzik? Hagyományosan vagy özvegység? Klasszikus özvegységi formában versenyzek, csak himekkel. Tojókkal nem versenyzek. Csak himekkel, klasszikus formában. De én másképpen állítottam össze a tenyészpárokat, különböző tiszta vérben tenyésztett galambok keresztezését alkalmaztam, teljesen másképpen, mint ahogy János barátom csinálja. Ő rokon tenyésztett galambok. Akkor bocsánat, itt megint közbevágok. Akkor itt tulajdonképpen kitanul kitől? Vagy itt ütköztetés van a tenyésztésben? Jól értem? Tenyésztés nem, területén? Nem ütköztünk a tenyésztés területén. A Jánossal való beszélgetésünk során finomítottuk. Én tanulni szeretnék tőle ezzel kapcsolatosan, hogy a rokontenyésztet... Lehet, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz arra is nagyon nagy szükség van, hogy olyan postagalambokkal álljunk neki tenyészteni, olyan postagalamboktól várjuk a nemesített minőségi versenyzést, amelyek erre alkalmasak. Mert a galambokat rokontenyészteni lehet, akármilyen szenzációs, akármilyen jó egyedek, de nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy abból a rokontenyésztett párosításból éppen ugyanolyan kimagasló teljesítményű versenygalambokat kapjunk. És ezeket hogy próbálják le, hogy jó örökítőek vagy sem? Igen, ez egyszerű, a puding próbálja az evés, úgy lehet ezt megáll, hiába érezzük a galambon,
hogy megfelelő, hozza a különböző formákat, azokat a jegyeket, amiket a szülők hoznak a rokontenyésztés során, bekerül a tenyészdúszból a fiatal dúszba, a fiatal dúszból a versenydúszba. Ott fog eldőlni, hogy az a galamb igazából hivatott-e arra, hogy versenygalamb legyen. A versenyek során fog kiderülni a galambnak az értéke, ami ugye milyen immunitással rendelkezik. Nagyon. Na most itt rögtön rá is térnék arra, hogy akkor milyen vakcinázásokat alkalmaz. Inkább előbb elmondanám ezt, ugye, hogy a különböző fokozatokat ezzel kapcsolatban, hogy a galamb immunitása, amiről ugye előbb beszéltem, milyen lesz. Tehát az egészségi állapot, amikor a több ezer galamb közébe kerül, fertőzés hogyan jön ki rajta, bírja a szervezete. Azon kívül egy komolyabb időben a galambnak a regeneráló képessége, a takarmány hosszasító képessége, ez nagyon-nagyon sok mindenbe függ, visszatérve a rokontenyésztésre, mert sajnos vannak, és nagyon-nagyon sok olyan galamb van, amely lehet, hogy kézben teljesen tökéletes minőségű galambot ad, de versenyzésileg alkalmatlan lesz ezek miatt az a galamb. Nem tudja azt az egészségi szintet tartani, nem tud úgy felkészülni hétről hétre, hogy azt a minőségi versenyzést csinálja, mint az ősök csinálták. A vakcinázás. Paramyxovírus ellen, én paramyxovírus ellen szoktam oltani a galambokat, ami egyrészt kötelező, másrészt védettséget ad a galambnak, igazából ezen vitatkoznánk, mert ugye mondják, hogy 12 hónapi védettséget ad, én szerintem 6 hónap az biztos, többi már bár én nem vagyok biztos, de mindenféleképpen amennyire lehet kitolom a versenyzőknek a vakcinázását, a paramyxovírus elleni oltását, ezt inkább párosítás, vagy párosítás előtt, vagy tojásrakás után, tehát a lehető legkésőbbi időszakban szoktam megcsinálni a paramyxovírus elleni védőoltást, az éves oltást a versenyzőknek. Köszönöm szépen, most a Horváth János úrhoz fordulok. Első kérdésem, milyen galambot szorongatszott a kezedbe? Egy fakó valami? Én értem, egy hogy misét meg szok élni. Az is megér egy misét. Származásilag? Ez egy romeim, a Vitavos kedély donatája. Ennek volt egy olyan testőr, ami a Schöpenburgon is nyerte, ugye van egyes megjelent. Ő neki a jó tulajdonsága az, hogy ő nem csak jó tenyészértékű galamb, hanem jó versenygalamb. Már ki lett próbálva, most ennek egy ilyen arról galambot tudja, a szádat tudja, a kezdet. A lényege az neki ilyen, ugye, hogy íz kellő galambokból van nagyon sok jó versenygalamb, de tenyészértékű galamb kevés van. A Csabival azért találkoztunk, mert a versenygalamboktól ki tudta venni azt a galambot, ami az a 4-5 galamb, ami tenyész értékű galamb. Tehát bement a dúszba és nagyon-nagyon kevesen képesek, ugye? Nagyon kevés képesség van erre, ugye? Az, hogy azok a paraméterek, a öröklődő tulajdonságok mellett, ugye? Az agyába soha nem látunk bele. Kétből ki lehet, rövid vár, jó mellcsont, jó izomzat, szóval jó szárnyforma. Mindent, öt lépcső, szóval ezeket mind ki lehet szedegetni egyedül fejében, azért kell röptetni, ugye? De ahhoz, hogy az a 7 paraméter, ugye stimmelje, ez a 7 paramétert, ha összeadod, akkor az, ha minden jó, akkor azt mondjuk, hogy 100-as, de a 100-asra a pontot majd csak akkor teszi, ugye, ha tud röpülni 100-ról is elsőt, meg tud röpülni 1000-ről is elsőt. És lehetne arról tudni valamit, hogy mik azok a 7 paraméterek? Mit akarnak, mit fognak? Hát ezekben most ne bonyolódjunk bele, mert van nekem, majd én kérdezek, te meg válaszolom. Nem, és egyelőre én vagyok a riporter. Jó, egyelőre majd te lesz. Jó, igen, de akkor ugye, sem engedlek el. Tudom, hogy nem akarsz elengedni, ugye. Ezekben most ne bonyolódjunk bele, ugye. Azért nem bonyolódjunk bele, mert ezt már egyszer lejátszottuk. Az, hogy most ez a két galamb, ami a Csabihoz fog kerülni, ugye bízok benne, hogy
a lépést egyen megtoljuk. Ugye lépés előny lesz, bízom benne, hogy az állományon az az egy kicsi, ami most hiányzik, az fog segíteni. Most ugye a három ciklusig csak egy pár galamb. Három ciklus után, mikor indigós a galamb, akkor már tenyészi galamb, addig ezt mindenki évi galamb, tenyész értékű galamb. Nem kevés galambú választotta ki, ugye, ő választotta ki a tojót, ugye, a Imre meg akkor mindjárt ráhibázott, ugye. Most így elméletileg, ugye, egy Delmárszon Romelyén ez egy keresztező galamb, ugye a visszatenyésztés úgy kezdődik, ugye, hogy ami ebből kell galamb, augusztusban visszapakolom, ebből elméletileg, ha két tojó van lesz belőle, akkor nyert. Az jövő év februárjában, ugye megint a négyből kettő, háromnak jónak kell lenni, a hatból háromnak több, ugye? És mikor indigóztatod, akkor 6-8 jó valamnak kell lenni, akkor lesz egy olyan csapatod, ugye, 4-1 éves, 4-2 éves, 4-3 éves, egy ütőképes csapat, de a lényeg nem az. Nem 50-edik meg 200-edik kell, már azt elmegyünk a templomba, egy debizsomból éveszünk, ugye? Mert a pap fölengel egy debizsomból él. Hanem az, ami az érdekesség, hogy edéknek minden őse valami úton, módon valami utat nyert. Az a Ballon 32-es garnitúrája, ez a 35-ös, 83-os, a Vite Voske, ugye. Ezek mindenhol már letették világviszonylatban a névjegyüket. Ezeket kell visszakapnunk, ugye. Mikor egy ilyen rokon benyészet, ilyen állapotban van, és így néz ki, ugye, akkor nyerték. Ha ez egy kis nokedlő lesz, kicsi lesz, ugye. Nem lesz neki egy teli értékű, ugye. Nem lesz neki egy fényes pupillája, ugye. Nem lesz neki egy domborzat, ami a hegyen járnak körülöttő, ugye. Nem lesz neki egy ilyen zárt rendszere. Nem lesz neki egy ilyen fönti tojócsontja, ugye. Az évet meghosszabbít, hogy a jó versenygalomnak mindig följebb kell lenni, ugye. Nem lesz neki egy öt lépcsője, ugye. Na most ezeket ugye nem csak hallani kell, ugye, látni kell, fogni kell. Aki így ráérez, ugye, az majd valamikor később, ugye, az ránéz, ugye, és ki tudja választani, ugye. Kiveszi a 13 máshoz rendelvezőt, ugye, mert az az 1 plusz toll, az itt jelenkedik. Még úgy, mert úgy főnőnek az emberek, akkor már nem lesz baj. Hát ott van egy pluszom. És azt ki fogja emelni ezt az egészet. Apró dolog. De hozzátartozik ahhoz a pluszokhoz, ugye, ahhoz a lépés előnyhez, ugye. Hát reméljük, hogy megérek te is, meg én is, ugye, hogy a Csabi pontot tesz erre az íjre. Egészen biztos mi akarjuk, hát, meg ő kell. Hogy pontot tesz az íjre. Hát más hozzáfűzni, hogy nem igen, mert majd fűzök én hozzá dolgot, amikor a Szabó szépen megnyilatkoztasuk, ugye. Mert ennek az egésznek az lenne az értelme, ugye, hogy a Szabó Ferencet meg tudjuk nyilatkoztatni. Na most én a vakcinázáshoz térnék vissza, és kíváncsi volnék a Horváth János véleményére is, mert itt az úr, tehát a Csabi úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint 6 hónap védettséget ad a paramixó elleni oltás. Első kérdésem az volna hozzád, hogy a fiatal galambokat a keléstől számítva mennyi időn belül érdemes vakcinázni paramixó vírusra? 16 és 26 nap között. Ugye még nincs leválasztva a fészekből, ennek a lényege az, hogyha megoltod, ugye általában akkor visszafogja a galambot, étvágy kutyaköle, akkor még a fészekben az öregek ugye automatikusan ejtetik. Ugye ez 16 naptól már, ugye már ez olyan, mint az orvonosíp, ugye nem egyszerre fognak kelni kutyaköle, azért egy 50-es oltóanyagot ne csináljunk el, ugye. Én általában most már jó pár évtizede, ugye vizesbázis oltóanyaggal dolgozunk, amit azért könnyen felszívja. A lényeg az egésznek még benne, hogy a fiatalt is, ugye, ha megoltottad, azon fogod látni azt, hogy megfogta-e, nem fogta-e. Ha megfogta, akkor sincs nagyobb baj, mert ugye még az öregeket rákényszer, ha nem is kéri, ugye az automatikus. Na most itt ide egy bocsáss meg, itt visszatérnék egy mástól kapott információra, aki úgy nyilatkozik, hogy
A keléstől számítva pár napon belül le kell oltani. Nem tudom, nekem az a véleményem ugyan, mint laikusnak, bocsánat, hogy kell egy úgynevezett szik immunitást kell, hogy hozzon. Ez igaz, vagy nem igaz? Igaz, kell is, hogy hozzon. Na most egy 10 napon a belül is kizsolom, ami pépes kicsi, ugye? Abban egy 0,3-mal megoldok egy oltóanyaggal, ugye? Főleg, hogyha inaktivált anyaggal oltsuk, ugye az egy gyöngített vírus, az egy olajos bázisú, ugye a vizes bázisú olyan nagyon nagy baj nincsen, ugye? De azért 0,3-ot, hát főszívunk egy pecskendőt, azért egy embernek is pont elég, ugye? Ahhoz, hogy az felszívódjon. Itt a felszívódási időt ugye úgy tudjuk meggyorsítani, csak ugye, hogyha még a fészekbe oltsuk. Mert ha leválasztott fiatalt oltom meg, ugye akkor lesz neki 2-3 nap féke, ugye, hogy akkor nem fog enni, nem fog inni, nem keresi az itatot, nem kell. Itatot inkább megkeresi, de enni nem fog. Szóval ez a lényege neki, ugye most a rendszer, az oltás rendszeressége. Azért mondtam ezt a 16 és 26 nap között, ebben a 10 napban, ugye, mert hiába van jó idő februárban, amikor párosítunk, ugye, akkor is van olyan 6-8 nap különbség az első galamb letojásától, az utolsó galamb letojásáig, ugye. Na, és a kikerésnél is, ugye, tehát nem biztos, hogy 18 napra lesz a kikerés, az lehet, hogy a téli időszakban a hűvösség miatt, ugye, lehet, hogy 20 napra. Na most kérdésem az, mint laikusnak feléd, önök felé, hogy azoknál az állományoknál, amik paramixu ellen nincsenek vakcinázva, és megbetegszenek paramixu vírus van a madarak, egyéb járulékos betegségek létrejöhetnek-e? Hogy? És mik azok? Vannak a társas betegségek, ugye? Hát ez egy olyan nagyon távfogalom, itt a Szabó megint belelépett, majd várjál csak. Belelépett abba, ugye, van egy alattomos betegség, ami világviszonylatban a legalattomosabb betegség. A paramixó, a pestisről beszélünk, a paramixó ugye észre lehet enni. A szalmonellát észre lehet enni. A diftériát észre lehet enni. Felismerhető diagnózis. A mikoplazma, sajnos mikor észreveszik, az általában már 40%-os fertőzöttséget hoz, ugye. Azért mondom alattomos betegségnek, ugye, mert ez az alattomos betegség ugye 40%-nál, akkor már csak terápiás adagot lehet adni, ugye gyógyítás. Ez nem biztos, hogy célszerű egy versenyszezonban. Egy versenyszezonban is bejön ez a paramixó, ugye, bejöhet a diftéria, bejöhet a mikoplazma. Ha mikoplazma bejön, ugye elkezdi a vízfogyasztást, ugye a vízfogyasztást az egyik nagyon nagy ártó, ugye egy bizonyosat feldolgozatára, de utána elkezd szószoros értelem áteresztő lesz. Én, hogy áteresztő lesz ennek a dolognak, ugye, akkor megijed a galambász, ugye, hogy az a galamb nem stressz hatásé miatt fog húgyozni, ugye, hanem a több vízfogyasztás miatt. Na most az, ami a társbetegség is sajnos jönnek. A mikoplazmához jöhet a herpesz, jöhet a diftéria, ugye. Szóval megint csaltál belőlem valamit, Szabó, de majd játszunk vissza is, ugye. Na, az, ami a másik érdekesség benne, ezeket én véleményem szerint meg kell előzni. Na most én úgy tudom, hogy nagyon sokan hallottam, hogy akkor, amikor a vízfogyasztás nagy, tehát isznak rengeteget a madarak, elveszik előlük a vizet. Nem lehetséges, hogy ezáltal a kiszáradottságot idézik elő? Nem tudom, hát, kérdezem. A kiszáradottságot azért annyira nem, mert azért van, hogy minden nap kapunk valami vizet. Nem mindegy az, hogy egy itatásra, ugye, iszik egy fél decit, vagy iszik egy decit. Az izató mindig adja a mérvet, ugye. Mennyit isznak a 10 galamb, ugye? 50 galamb mennyi a 2 liter vízből, mennyit hozol le? Na most az, ami a másik érdekes, ugye a társbetegségek ott megint a másik alattomos dolog mellett, ugye mi jön mellette, ami megint vízfelfogadó. Jön egy herpesz,
jön egy diftéria, ugye a diftériának a sok haja miatt ugye általában a júliusiban, mikor megjelenik a himlő, mi jelenik meg ugye az ónya. Azzal a megjelenéssel ugye jelenkedik ez ugye. Ez mind meg lehet szépen előzni. Na most a baj ott van. Szúnyoghálóval? Mi? Szúnyoghálóval? Igen, igen, légycsapóval. Az a helyzet benne, hogy a szúnyogok megjelenése előtt ugye, ha erotrimicinna, az maga a disztériának. Én hallottam olyat, hogy sárga gombbetegség. Mi az a sárga gombbetegség? A sárga gomb az egy trihó. Micsoda? Trihomonász. Ezek mind olyan, ez egy állomány fertőzöttsége, ez lehet a kosárba, az itatóba, kutyafülön, szóval takarmányon. És az ellen lehet védekezni? Hogy, hát metronidazollal, azt meg kell előzni. Utána csak szinten kell tartani. Hát az egésznek az az alapja, ugye, hogy nem mindig gyógyítunk, hanem... És mivel? Klionnal lehet? Klion az egy humán gyógyszer. Na igen, én ezt hallottam, hogy a lányok szokták használni a Kliont. Vagy tévedek? Nem téved. Van a metronidazol, ugye a metronidazol. Ugyanazt a cél szolgálja, mint a Klion, csak ugye az egyik egy humán gyógyszer, ugye a Klion, a másik az meg állat fogyasztásra való, ugye. Na most ezeket mind előzzük. A többit utána szinten tartsuk. Ezt mindent meg lehet itt szépen oldani, ugye csak az a baj, hogy sokféle gyógyszerek vannak, nem is a gyógyszerekkel, úgy, mint a vitaminokkal, ugye. A vitamin az mind az Magyarországon, az Amerikában, mindenhol, az ABCDE, ugye mindegy forma. Ugye én hallottam egy olyat is, hogy állítólag valami ezüstös, valamivel próbálják itatni a valamit. Hát az ezüstöt hogy lehet vízbe oldani, vagy mi az az ezüst? Nem csináltam. Mi? Nagyon különösebb véleményt nem tudom. Tudom, hogy miről van szó, ugye? Ezüst kolloid. Akkor igen. Ezüst kolloid. Igen. Mikroölleményként van megoldva. Igen. Meg lehet oldani, ugye. Nem igen, 40 dekás galambra, ugye, leterheljünk, ugye, és még le akarjuk róla venni a kabátot, hogy képes legyen 1000 méter sebességre is díjat nyerni, meg 1600-ra, vagy 1800-ra. Nem véletlenül, hogy kérdeztem, mert én tegnap írtam egy cikket, amit felraktam a Facebookra, és ma már jött egy olyan vélemény, hogy ezüst kolloiddal kell itatni a galambokat. Igen, és akkor ugye, mikor vágja le? Én azt nem tudom, de tudom, hogy valamikor a Rókus kórházban volt egy professzor, aki kísérletet zett az ezüsttel, és úgy hívták, hogy ezüst professzor, mert ezüstös színe volt. Ez tény. Mármint a professzor. A professzornak, ugye. Hát biztos sok ezüstöt fogyasztott. És ez bekövetkezhet a galambnál is? Ha úszni akarod megtanítani, hogy mély merülés legyen, hogy súlya legyen neki ilyen. Ez hülye illusztrálásos dolog, ugye. Hát a szervezet mit bír el. Igen, a riporternek lehetnek ilyen kérdései. Egy 40 dekás galamba gondolkozunk, ugye? Nem tudom, kitéki, ugye humánnak, jó? Mivel a galambnak nincs epéje, csak egy epevezetéke. Ugye úgy kell gondolkodni is, ugye? Meg úgy kell gondolkodni, mit csinálnál te magaddal, ugye? És mit csinálnál azzal az 40 dekás galamba? Meginnám a pálinkámat. Az legalább látszik rajtad, ugye, az a részegség mulandó, a hülyeség maradandó. Ez születési hiba is lehet. Hát az hozzá tartozik. Ez genetikailag kódolt állapot. Az hozzá is tartozik. De én szerintem ne ezekről beszélgessünk, ugye, amiért én úgy szeretnélek úgy megnyilvánítani. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm az interjú alanyoknak az interjút. Kérdezem az interjú alanyokat, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ez a beszélgetés felkerüljön a világhálóra. Ha igen, köszönöm, további szép napot kívánok önöknek.